A kosárlabda az egyik legnépszerűbb sportág a világon, és az elmúlt években Magyarországon is jelentősen megnőtt az igazolt játékosok száma. A hazai szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy már a legkisebbek is megismerkedhessenek az alapokkal. Ebben nyújt segítséget a Kosárpalánta program, melynek célja a korosztályoknak megfelelő széleskörű képességfejlesztés, ezzel pedig megalapozható akár a későbbi versenyszerű sportolás, de hasznos hátteret adhat a mindennapi élethez is. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub 2018-tól részese a programnak. Nyíregyházán 16 csapatunk van 6 oktatási intézményben. A Nyíregyházi Egyetem 5-ös gyakorlójában, a Bethlen Gábor Általános Iskolában és gimnáziumban, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában és gimnáziumban, és 3 nyíregyházi tankereti központi tagintézményben, a Herman Ottó tagintézményben, a Gárdonyi Géza tagintézményben és a Szabó Lőrinc tagintézményben. 6 iskola, ez nekünk bőven megfelelő. A csapatok számát még szeretnénk bővíteni, de az oktatási intézményeket a Nyíregyházi Kosárlabda Klub részéről nem, de tudok róla, hogy vannak más nyíregyházi sportszervezetek, akik szeretnék ezt más oktatási intézményekbe, vagy akár abba is, ahol mi a fiúkkal csináljuk, lányokkal elkezdeni. Országos szinten mintegy 400 csapat vesz részt a programban. A testnevelők és edzők segítségével a gyerekek eredménykényszer nélkül ismerkedhetnek meg különböző mozgásformákkal és a kosárlabdával. A program célja elsőlegesen az, hogy több alapsportág, tehát az atlétika, kosárlabda, illetve a küzdősportoknak az alapjait tanítsa meg a gyerekeknek. Úgy vannak összeállítva a feladatsorok, hogy vannak a különböző feladatok között atlétikai jellegű kosárlabdás, tehát labdával végrehajtott feladatok, sőt guruló átfordulás és különböző állatutánzó mozgások is vannak, amelyek ugye a küzdősportoknak az alapjai. Elsőleges cél, gyerekek ezeket megtanulják, elsajátítsák versenyszituációban, amit ugye egy évben 3 alkalommal úgynevezett jamborit szoktunk szervezni. Ezeken próbálják meg úgymond visszaadni, megmutatni, hogy mit tanultak a hétköznapok alatt, és ezeken a jamborikon nem hirdetünk győzteseket. Minden egyes gyermek, aki eljött és részt vett ezen, az győztesnek mondhatja magát, és minden egyes gyermek aranyérmet kap. Elsőlegesen a cél az, hogy amikor a gyerekek első osztályban ezt elkezdik, elérnek a 4.-5. évfolyamhoz, megszeressék a sportágokat, nagyon jó alapokat sajátítsanak el, és az U11-es, U12-es bajnokságban pedig már a kosárlabda sportág elkötelezett tagjai legyenek. A Sóstóhegyi Szabó Lőrinc iskola tanulói mellett a programhoz tavaly csatlakozó gárdonyi kisdiákjai is használhatják a jövőben az ajándékba kapott eszközöket. Nagyon örültünk Makné László megkeresésének 2021 novemberében, és örömmel csatlakoztunk ehhez a programhoz. Én úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Kosárlabda Klub olyan lehetőséget ad a gyerekeknek, ami egyrészt egy rendszeres sportolás ad lehetőséget, másrészt az élmény, harmadrészt pedig a szabad mozgásnak a lehetősége. Több eszközt kaptunk már a kosárpalántásoktól, verseny lehetőségeket és élményt a gyerekeknek. Az átadót követően a gárdonyi diákjai egy kis bemutatón bizonyították, hogy milyen lelkesedéssel igyekeznek minél többet elsajátítani a kosárlabda alapjaiból.